április 18-án nyitották meg az Apáczai Csere János Líceum dísztermében működő Apáczai Galériában az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének hagyományos csoportos kiállítását. Az évente kétszer megrendezett tárlat ezúttal is tematikus volt. Erdély arcai, in memoriam Bethlen Gábor, Bod Péter, Kós Károly és Szilágyi Domokos. 39 alkotó csaknem 60 munkájával válaszolt az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének felhívására olyan képekkel, amelyek legtöbb esetben Erdély látható és szellemi örökségét igyekeztek ábrázolni, valamint olyanokkal is, amelyekkel a témaválasztásban megnevezett négy történelmi, illetve szellemi nagyságra emlékeztek. Bethlen Gáborra abból az alkalomból, hogy 400 éve lépett Erdély trónjára, Bod Péterre születésének 300. Kós Károlyra születése 130. Szilágyi Domokosra pedig születése 75. évfordulója alkalmából. A galériának otthont adó középiskola igazgatója Vörös Alpár köszöntő szövegében elmondta, hogy ennek és a hasonló kiállításoknak nagy jelentősége van pedagógiai szempontból, hiszen a termet nap mint nap oktatói célra is használják, és az itt megforduló diákok jelentős hányada válik ennek a környezetnek a hatására kiállítás látogatóvá. A megnyitón a megidézett személyiségek nem csak képen, hanem szövegszinten is jelen voltak. Ez Rekita Rozália színművésznőnek köszönhető, aki ihletetten tolmácsolta Lászlófi Csaba a Bethlen Gábor földmozgás kiterjedése című versét, részleteket olvasott fel Bod Péter önéletírásából, és elmondta Kányádi Sándor Kós Károly arcképe alá című versét, valamint Szilágyi Domokos több költeményét. Az irodalmi részt követően Németh Júlia műkritikus értékelte a kiállított képeket és azok alkotóit, mondván, hogy a meghirdetett téma ezúttal is elnyerte a képzőművészek tetszését. A művészpedagógusok változatos módszerekkel és műfajokban nyilvánultak meg ennek kapcsán. A műkritikus szokásához híven személy szerint értékelte minden művész munkáját, kiemelve azok jellemző vonásait, külön köszöntve az első alkalommal résztvevő Zilahi, Szabó Vilmos féle iskola tagjait. A tematikai változatosságot és a technikai gazdagságot nevezte meg a tárlat két legnagyobb erényeként Székely Géza, az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületének vezetőségi tagja is, aki a hagyományokhoz híven ez alkalommal nevezte meg a Székely Bertalan díj nyerteseit is. Ezúttal is két alkotót tüntettek ki ezzel az elismeréssel. Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász három domborű portréjával, míg a kolozsvári Koncz Münich Judit Vadászaton című vegyes technikával készült alkotásával érdemelte ki a díjat. Székely Géza az Egyesület soron következő őszi tárlatának a tematikáját is bejelentette. A szó és a kép kapcsolatával a 150 évvel ezelőtt született Gárdonyi Gézának, valamint a 100 éve született Jékeli Zoltánnak és Vörös Sándornak a munkásságára kívánja ráirányítani a képzőművészek és rajtuk keresztül a művészetkedvelők figyelmét.